Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Mielőtt közölném azt, amit elmondani szeretnék, röviden bemutatkozom. Én Szombathelyen születtem. Később Budapesten éltem, a Hüvösvölgyben és a Böszörményi úton, a déli pályaudvar közelében. Még a rendszerváltozás előtt kikerültem Németországba, Stuttgart környékére házasság útján, ott éltem több mint 30 évig, ott tanultam az asztrológiát, a mi általunk ismert asztrológiát. 6 éve itt élek a férjemmel Mallorca szigetén, és innen közvetítek. Budapesten a Bizományi Áruház vállalatnál dolgoztam, mint becsüs. Nagyon szerettem ezt a munkát is. Amit most ezen a videón közölni szeretnék, én annak idején Stuttgartban, amikor az asztrológiát tanultam, 1987 és 88 évében, akkor azt én a mi általunk ismert asztrológiát tanultam, és ezen dolgoztam. Amióta itt vagyunk, Mallorca szigetén, felfedeztem azt, hogy a csillagok, a bolygók, a csillagképek nem úgy vannak a horoszkópban, ahogy az asztronómusok látják. Én annak idején megrendeltem az asztronómiai kalendert, és kérdéseket tettem fel magamban, miért van ez így. Azon kívül a sógorom asztronómus Münchenben, és sokat beszélgettünk ezzel a témával kapcsolatban, és ő is felvilágosított engem, hogy a bolygók, a csillagok másképp vannak, mint ahogy mi asztrológusok ezt tekintjük. Ezután felfedeztem az indiai számítást, az indiai asztrológiát, és az pontosan ugyanaz, ahogy az asztronómusok is ezt látják, tehát ahol a bolygók tényleg vannak, vagy ahol a nap és a hold tényleg mozog. Így áttértem az indiai asztrológiára, és aki ismeri a napi felvételeimet, az tudja is, használom a holtházakat, és bepillantást nyújtunk a védise vagy indiai asztrológiába. Én ezt ajánlanám is nektek, és összehasonlíthatjátok a mi általunk ismert asztrológia és az indiai számítás, mi a különbség. Mivel közeledik év vége, és ilyenkor szoktam csinálni az évi horoszkópokat, mi várható a következő évben, ezért ezt most közlöm veletek, megrendelhetitek a születési horoszkópotokat és az évi horoszkópot, tehát hogy konkrétan mi várható 2021-ben, és ez egy ilyen személyes, rátok vonatkozó horoszkóp, mindkettőt egy kedvezményes áron 9000 forintért. Az indiai számítás szerint. Ez azt jelenti, hogy ez magába foglalja a személyi születési horoszkópotokat, azon kívül elmondom részletesen, hogy mi várható 2021-ben, pontosan minden hónapban betekintünk, hogy mi következik, mi vár rátok. Ezt a horoszkópot, ezt a kedvezményt megrendelhetitek az e-mail címem, amit még megemlítenék, az a hírlapom, ez ingyenes, ezt is megrendelhetitek e-mailen keresztül, mindig hónap végén jelenik meg, és megírom azt, hogy mi történik a következő hónapban asztrológiailag. Bemutatok egy angyalt, amelyik a hónap felett uralkodik,
mindig van egy téma, amiről beszámolok, azon kívül minden megjelent hírlapban van egy kedvezményes jóslás. És ez volt számomra most fontos, hogy ezt közöljem veletek, tehát az ingyenes hírlapot, és azt, hogy megvan a lehetőség arra, hogy kedvezményesen kapjatok egy elemzést, egy asztrológiai elemzést, az indiai asztrológia szerint, azon kívül egy évi horoszkópot, amikor tudjátok, hogy minden hónapban mi következik a következő évben, 2021-ben. Köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!